Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kent a Besz ismételten, és folytatom a My2Point Game Loftot. Legutóbb is, most is, új event, frissítés, küldetés, csinálom most. Na, elnézést, de... Még mindig nem tudok magam azt élni, hogy még mindig rengeteg küldetés van. Na. Fogjunk is bele. Hát nem tudom, hogy mennyire látszik, de biztos, hogy látjátok azért, hogy ma nincs bundle. Ma nincs csak nekem. Azért nincsen, mert... Most olyan fajta karaktert lehet megvenni, hát a detektív pónit, akit ugye már karácsonykor lehetett megszenni a Golden Horseshoe Hotelba, hát irány a Changing Kingdom és az Alakváltok birodalma, és hát most őt lehet megszenni bundle-be, az a lényeg, na. Akkor lássuk ugye a folytatást, ugye már nekünk ott volt, hogy most ezt kéne csinálni, hogy mert hogy legutóbb ott hagytuk abba, hát nem ezt csinálta ugyan Thorax, mert ez igazából Thorax akar lenni, de vagy Trixi, mindegy. Szóval, hogy el kellett így lerenni az alakváltók figyelmét, most akkor jön ez, mert a másikat közben lealadtam. És akkor ugyanazt csinálja? Most azért nézzük meg. Bocsánat, hogy kicsikét dadogok, de... Tényleg nem tudok magamhoz tenni, hogy még mindig mennyi feladat vár még rám. Oké. Okay. Jó, ez elkészült, ez nem érdekel, lássuk tovább. Pardon. Már megint ez a fehér fény, mi ez? Oké, okay. Szóval elmentek. Na. Starlight Glimmer beszél. Two of the changelings didn't fly away with the rest. That must mean something. Good thinking, Starlight. With an intruder, azt hiszem úgy kell mondani, in the hive, they probably went to protect the queen. But the way to her throne room, it's crawling. Szerintem úgy kell mondani. With guards. We'll be spotted for sure. Na és akkor meg is jöttek a testőrök. Well, I suppose I'm the next most distracting thing I can think of. Time to bust, azt hiszem úgy kell mondani, out my woefully, nem tudom azt, hogy a unused and underreplicated stand-up routine. Na, azt hiszem úgy kell ejteni. Elnézést, de tényleg vannak itt olyan szavak, amiket életemben nem hallottam, meg nem is olvastam angolul. Na, stand-up showdown! Ó. Oh. Szóval, ja igen, most már az, hogy Discord elteli az alakváltók figyelmét. Ja, blablabla. Bocsánat, hogy ilyet mondok, de... Csinálom úgy valamit? Most azért nézzük meg. Nem, mert végül is... De... Igen, most van az, hogy Discord így... Ma az alakváltóknak kell így... vicceket mondania. De biztos, hogy ezt kétszer kell lealatni? Kétszer kell lealatni, hát kettőt kell csinálni belőle. Igen. Mindig nem vagyunk közel. Jó. Na, akkor irány Kentellot. És... tudjátok, hogy most mi következik? Azt mondja, hogy játszani fogunk egy pónival. Na. Igen. Vagy lehet, hogy mégsem találtam, mert valakire el kéne költem az erősítőt, csak nincs most olyan póni, aki szabad lenne, igaz? Na, ilyenkor nehéz találni nekem olyan fajta pónit, talán mégsem. Most akkor megyek Banana Blitzzel, az egyik lesz, akire el fogom költeni az erősítőt. Most az erősítőket akarom első szabban elhasználni. Na, megnéztem a 7. évad 11. részét.
Pontosan nem tudom, hogy miről volt szó. Azt tudom, hogy Pinkie Pie elment a Jakokhoz, Jakistánba, mert hogy megtartották az éves fesztivált, vagy milyen fesztivál volt az, és kérte a herceget, hogy hívja meg őt is erre. A fesztiválra az a lényeg, hogy elrontottak valamit, amitől az egész falu, vagy város, nem tudom, hogy belepte hó, és hát... Na jó, hát ez majdnem elrepültem rá. Szóval, hogy nem akarták, hogy Pinkie Pie segítséget hívjon, de azért mégis elhívott segítséget, és hát lényeg az az, hogy Pinkie Pie megtudta, hogy a Jakok ugyan szorulnak segítséget, csak ők nem mondják és nem mutatják ki. Ez a lényeg. Na. Nem. Tudom, hogy ki akarok most menni még itt kint állóban, csak hol van. Erre, mintha láttam volna. Pardon. Ja. Gotuni Kornő és a másik kedvence ugyebár. Na vele akkor menjünk egy erősítőt még. És nagyjából ennyi lett volna a mai téma. Vagyis hát... Pardon. Nem, mert... Tudom, hogy kéne valami témát mondani. De nem jut eszembe nekem ilyenkor semmi sem. Ilyenkor van az, hogy legkésem, ami csinál, hogy csinál, nem is az, hogy beszél. De igen, a videókban ő sem nagyon szokott ilyenkor feladat közben beszélni, bár nem tudom, hogy miért. Mert hogy nem az a fajta, aki így beszélni szokott, de azért jó lenne néha, hogyha azért ő is beszélne, így legalább nem... Menne el üresen a videó, na! Csak azért. Elfejtettem leukézni. Lehet, hogy nem ezekkel volna, nem mindegy. Akkor ide, hogy menjünk vele egyet repülni. Bár talán mégis van nekem most témám. Mert képzeljétek el, amikor megkezdtem ezt a úgymond 11. részt, akkor találtam egy... Megtaláltam a két Elkveszegő Specialnek a videóját fönn, de az volt tudni, hogy angol felirattal. Nem néztem bele, mert mondom, minek? Majd amikor lekerül, a, majd hogy föl lesz töltve, meg kiadják hivatalosan, akkor majd megnézem. Így előre nem akarok megnézni semmit. Az, hogy vannak sneak peek-ek, meg hasonlók, az engem nem érdekel, de ilyeneket nem akarok lelőni semmiféleképpen se. Pardon. Jó, és akkor már csak egy póni van még hátra. Azt pedig megnézzük akkor Ponyville-ben, úgyhogy ilyen egy Ponyville. De szerintem spanyolul beszélnek benne, mert angolul, hát hogyha nem angolul van, csak izé feliratozva, hát magyarul biztos, hogy nem lehet fönt. Ez kizárt dolognak tartom. Hogy magyarul fönt lenne. Na! Aha. Na. Akkor még Vapor télen megyünk egyet. Remélem azért nem fogok vele is elmenni repülni, bár... Mindegy. Így hirtelen nem tudom, hogy még mennyi küldetés van, amit meg kéne így csinálni ez a mostai frissítéssel. De... Még biztos, hogy még mindig kell egy pár. De hogy konkrétan mit kell ott csinálni ott a végén, azt én nem tudom. Mert én direkt azért hivatkoztam erre, mert meg akarok csinálni nektek ezt a videót. Lehet, hogy más is meg tudnám másképp csinálni, de én így csinálom meg a dolgokat. Mert miért ne? Elnézést. Jó, hát akkor repüljünk vele egyet, nem baj. Legalább addig is ő is meg lesz három csillagosan, és be tudom őt rakni valahova. Tényleg, azon gondolkodok, hogy Vapor-t nem akarják visszahozni.
Mert Kokot is már egy csomószor visszahozták. Csomószor, hát igen, az ötödikben is szerepelt, a hatodikban is. Laggolok, de mitől? Na. Na, boly, kérlek. Szóval, nem tudom, nekem Vapor Tail is egy olyan nekem tetsző karakternek számít. Mondjuk Mundancer is, de hát... Hogy vissza fog-e még térni, hát az majd még... kiderül. Jó. Három csillagosan megcsináltuk, nem tudjuk valahova őt berakni. Olyan helyre. Azért el kéne, hogy valahova berakjam őt. Hát ide semmiképp sem akarom. Ide valaki befér. Nem. Így, és akkor mindjárt keresünk egy helyet ennek a pónynak. Mármint hát ez bombon. Miről beszélsz, Kenta? Az a gond, hogy... majd ide berakom. Hogy addig is olyan itt elmelés. Oké, na. Jó. Igen, hát megint ennyi lett volna akkor a játék mára. Tudom, hogy megint rövid, de hát küldetéseket mindenképp meg akarom csinálni, jó. Szóval akkor ennyi lett volna mára a My Little Pony Game Off-t, és akkor legközelebb ott van folytani, megint elkészülök egy küldetés. Úgyhogy köszönöm, hogy kedvesítek a filmet, és visszállt a következő videóban valamit, amit mindenki szoktam mondani, külön minden bronz és pegaszítettek, ennek pedig külön bruhófes viszlát.